Sziasztok! Engedjétek meg nekem, hogy most röviden beszéljek a Magyar Honvédelmi Sportszövetség rádiomatőr füzetei sorozatról, azon belül is a tranzisztor működése képekben egy 2 című 79-es és 80-as számokról. A sorozatot a Wikipédia szerint eredetileg Kun József szerkesztette, és az MHS Rákóczi lapkiadója adta ki 1959 és 1964 között. De miért is beszélek most erről? Felmerül a kérdés, hogy világos legyen minden, engedjétek meg, hogy most felolvassam Füvesi Gyula előszavát az első számból. Korunk legnépszerűbb technikai eszközei közé tartoznak a félvezetők. Felhasználási területük egyre nő. Pontos adataink ugyan nincsenek, de bizonyos, hogy a világon naponta egymilliónál jóval több tranzisztort gyártanak. Hogyan működik a félvezető dióda? Hogyan működik a tranzisztor? Teszik fel sokan a kérdést olyan emberek is, akiknek technikai ismereteik nincsenek. Erre nem könnyű válaszolni, hiszen a félvezetőkben lejátszódó folyamatokat nem láthatjuk. A tudomány mégis behatol a félvezetők titkaiba, megszületett a félvezetők elmélete, amely tisztázta és meghatározta a félvezetők működésének törvényszerűségeit. Ez a kis füzet kezdőknek készült, játékosan, de a tudományos eredményeknek megfelelően kívánja bevezetni az olvasót a félvezetők működésének ismeretébe. A szerzők Kovács Ferenc és Járics Gyula nehéz feladata vállalkoztak úgy ábrázolni képekkel azt, amit még senki sem látott, hogy az így szerzett ismeretekre fel lehessen építeni a későbbi komoly tudást. A tranzisztor működése képekben nem a megszokott módon készült, az út, amelyen a szerzők jártak, nem kitaposott. Éppen ezért a munka, amelyet a mű létrehozása érdekében kellett végezniük, nagyobb volt, mint hasonló terjedelmű műveknél szokásos. Mondjuk ki, e füzet elkészítése úttörő munkát kívánt, és e munka jó gyümölcse az lesz, ha e füzet segítségével sokan pillantana majd be a félvezetőkben lejátszódó folyamatokba, és értik meg a félvezetők működését. Én nem is tudok nagyon mit hozzátenni ezekhez a szavakhoz. Teljesen elvarázsolt engem is a füzetek lényegre törő egyszerűsége és bájos illusztrációja. Sajnos ma már csak antikváriumból tudjuk beszerezni ezeket a lapszámokat, ha szerencsénk van. Ezért hosszas tanakodás után úgy döntöttem, hogy megmentve az utókornak ezt a kimagaslóan értékes munkát, digitálisan feljavítva közreadom itt a csatornám, hogy minél több emberhez érdeklődő és tanulni vágyó fiatalhoz eljuthasson. Remélni tudom csak, hogy ezzel nem bántok meg senkit, és a következő hetekben megjelenő Transistor működése képekben című videósorozat örömet fog okozni sokaknak. Végül köszönöm szépen, hogy itt voltatok ma is velem, és ha még nem tettétek volna meg, iratkozzatok fel a csatornára, hogy le ne maradjatok a következő részekről. Sziasztok!